Why would you look outside yourself when you have all of the world inside? One, two, three, four. Hát az a helyzet, hogy derékig ér a gaz mögöttem, úgyhogy ezzel csinálni kéne valamit. Ennyi. Hát azért mondjuk még lehet rajtam itt javítani. Na ugye, sokkal jobb ez így. De most bemegyek a házba, mert iszonyatosan meleg kezd lenni, a nap az mindjárt delel, úgyhogy a déli órákban nem célszerű kint tartózkodni nyáron, mert nagyon erős az UV-sugárzás. A meleg és a napsütés egy dolog, de azért azt se felejtsük el, hogy intelligensebbnek tűnik az ember, hogyha egy könyvespolc van a háttérben. Elég jó, hogy még egy darab tartalom nem került fel erre a csatornára, sőt, még a kötelező adatokat sem töltöttem ki, épp hogy a csatorna nevet határoztam meg, és már átléptük a 2/8 feliratkozót. Szerintem ez egy tök jó teljesítmény. Igen, lehet, hogy itt is 2 hatványaiban fogok számolni. Viszont ez egy nyomáskényszert is helyezett rám, ugyanis elgondolkodtam azon, hogy mi legyen az első téma, ugyanis rengeteg kérdést kaptam tőletek az elmúlt hetekben, hónapokban, amióta a Lackó Gazda projektet elindítottam, és gondolkodtam, hogy mivel vezessem be ezt a csatornát, jöjjenek-e a szaktanácsadás jellegű témák, vagy meséljek a birtokról, mutogassak mindent, és arra gondoltam, hogy egy olyan témát veszek elő, amit főleg az ismerősök kérdeztek tőlem, amikor elkezdték nézni ezt a sorozatot, méghozzá azt, hogy megéri egyáltalán belefogni egy birtokba. És közben elkezdem összerakni a naklepávocsot. Nem tudom, aki tud csehszlovákul, az mondja meg, hogy ez mit jelent, mert én nem. Na, ostrsikosz, ami kasza élezéshez, vagy valami ilyesmit jelenthet, de ezt a naklepávocst nem találtam meg, hogy micsoda. Egyébként ilyen spéci kasza üllő, amire rá kell rakni egy ilyen kis bigyót, és elég pontosan lehet vele a kasza élezését megcsinálni. De most nem erről beszélünk, hanem arról, hogy érdemesebb birtokot venni. Vagy azt is mondhatnám, hogy 5 tipp, hogyha telek vásárlásra adnád a fejedet. Yeah, your heart is a sun and it shines. Az első, és szerintem kétségkívül a legfontosabb, hogy tudd, hogy mit szeretnél egész pontosan. Amikor ismerősökkel beszélgettem erről, hogy miért is szeretnének telket venni, akkor legtöbb esetben valami nagyon halvány elképzelés derengett fel, hogy tetszik nekik ez a dolog, látják sok embernél, különösen most itt a koronavírus helyzet kapcsán, akinek volt telke, az lehetőleg ott próbált meg távol maradni mindentől, és ez sokak szemében nagyon-nagyon imponáló dolog lehet, de ennél konkrétabbat nem nagyon tudtak meghatározni. Szóval jó, hogyha konkrétabban meg tudod mondani, hogy mi az, amire szeretnéd a telket használni. Hogyha egy pihenőtelek legyen, akkor mindenképpen tarts szem előtt azt, hogy lehetőleg akkora legyen, amit fogsz tudni gondozni úgy, hogy mellette pihenni is fogsz tudni. Ez nagyon gyakran előforduló probléma, hogy az ember megvesz egy túl nagy telket, vagy túl gondozásigényes telket, és az egész ideje, amikor kimegy, azzal telik, hogy megpróbálja fenntartani, hullafáradt lesz a végére, különösen, hogyha nincsen hozzá affinitása, vagy kedve csinálni ezt az egészet, és nem igazán tölti be a telek olyankor a funkcióját, és frusztráció lesz az egésznek az eredménye. Ezt szerintem biztos, hogy el szeretnétek kerülni. Az is felszokott vetődni, hogy az ember azért kiköltözne a városból, mert hogy mégiscsak jobb itt a levegő minősége, teljesen más madárcsicsergésre ébredni, stb. De itt is azért célszerű 2-3-szor átgondolni, hogy mennyi ebből a parasztromantika és mennyi az, amit az ember hosszabb távon el tud viselni, különösen akkor, hogyha az élete nagy részét mondjuk a városba kényelmesedve töltötte, mert azért van bőven hátránya is annak az életmódnak. Nem mondom, hogy nem lehet megszokni, nem mondom, hogy nem lehet megszeretni, nem mondom, hogy nem lehet boldog az ember, sőt, valószínűleg lehet boldog az ember, de erre fel kell készülni, hogy teljesen más szemléletmódot igényel. Egy másik opció lehet az is, hogy hova raktam a naklepávacsot. Másik, ami felszokott vetődni, hogy az ember igenis gazdálkodni szeretne, élelmiszert szeretne előállítani, zöldséget, gyümölcsöt, netán húst, viszont itt két dolgot kell megnézni, vagy ketté lehet választani ezt a kérdést, méghozzá azt, hogy saját magadat szeretnéd így ellátni, illetve
piacra szeretnél letermelni. Természetesen mindkét eset járható út, nem mondom, hogy megtanulhatatlan, hiszen megtanulható, viszont itt is célszerű egyel hátrébb lépni és megnézni a különböző tapasztalatokat, akár a környéken is, hogy kinek mi az, ami bejött ezekből, mert nagyon-nagyon könnyen félre lehet menni. Azt már az internetről tudom, hogy vannak, akik egész misztikus álomvilágban tudnak élni. A múltkor láttam egy videót, azt nem fogom belinkelni, ahol az egyik fénygyermeke ment végig a telkén, és mutatta, hogy hova szórt szét, milyen magokat. Nem tudja igazság szerint, hogy milyeneket, valamilyen fák lesznek belőle, és hogy majd onnan fogja ellátni magát egész évben, és egy permakultúrás, gyönyörű paradicsomot fogott létrehozni, hagyatkozva a természet ős erejére. Ne értsetek félre, akár egy kisebb telekről is elég szép mennyiségű zöldséget, gyümölcsöt, netán húst elő lehet állítani, hogyha az embernek van hozzá affinitása, hajlandó tanulni, és készen áll a különböző kihívásokra, de azért célszerű ezt is alaposabban átgondolni, különösen akkor, hogyha kereskedelmi céljai vannak az embernek. Szerintem nagyon sok vállalkozó szellemű kistermelőre van szükség, akik egészséges, minőségi élelmiszerrel tudják ellátni azokat az embertársaikat, akik nem engedhetik meg maguknak ilyen-olyan okokból, hogy a saját kertjükből jussanak hozzá a különböző javokhoz, de ezt nagyon-nagyon alaposan meg kell tervezni, és sokat kell majd hozzá tanulni menet közben. Nem mondom, hogy lehetetlen, de hogyha ne adj Isten, mint ahogy erre volt példa, valaki csak amerikai vlogokból próbál meg koppintani, akkor jó, hogyha figyelembe veszi, hogy teljesen más Magyarországon a fogyasztói kultúra, a piac és a jogi szabályozás. A jogi szabályozásra majd külön visszatérünk. Második szempont, ez rövidebb lesz, ne szerelemből vegyél telket, vagy legalábbis ne csak szerelemből. Nyilván ne vegyél akkor se telket, hogyha nagyon nem jön be a környék, mert akkor nyomorultul fogod érezni magad minden egyes alkalommal, de csak azért, mert beleszerettél egy tájba, egy környékben, még nem jelenti azt, hogy jó lesz az neked hosszú távon. Az igazat megvalva, én ebbe a telekbe, ahol most vagyok, nem vagyok szerelmes. Elfogadom azt, hogy lehet, hogy nem innen fogok nyugdíjba menni, ennek ellenére megvettem ezt, mert nagyon-nagyon sok szempontból ez volt az, ami tökéletesnek, vagy a lehető legtökéletesebbnek bizonyult. Én ezt a telket hónapokon keresztül kerestem, és azt már mondtam valamelyik korábbi videóban, hogy voltak olyan részek Nógrádban, amiben teljesen beleszerettem, és nagyon-nagyon szerettem volna, hogyha ott lehet ez az egész, amit elkezdtem, de voltak olyan tényezők, amiket figyelembe kellett vennem, és le kellett higgadnom. Heteken keresztül néztem az interneten, hogy mi az a környék, ahol egyáltalán szóba jöhet egy telek, néztem a különböző ingatlan hirdetéseket, árverési oldalakat, és arra is emlékszem, hogy az első telek, amit megnéztem, az Salgótarjánban volt, 80 000 forintba került volna. Gyönyörű helyen volt, egy kis faház volt rajta, nagyjából 700 négyzetméter volt, ha jól emlékszem, áram be volt vezetve, egyszerűen egy olyan helyén volt az országnak, ami néptelenedik el, és különösen ezen a területen, a hétvégi telkek területén nagyon-nagyon pici az ingatlan mozgás, ráadásul egy árverési oldal volt, úgyhogy ez indokolta azt, hogy annyira olcsó volt a telek, de a környéken néhány százezerért lehetett volna kapni olyan telkeket, hogy megszólalnak. Viszont figyelembe vettem azt, hogy el fogok-e tudni oda járni rendszeresen, mekkora azért a fizikai távolság, amit meg kell tenni, és egyéb tényezők, ami miatt amellett döntöttem, hogy nem veszem meg ott a telket. Mi van, kutyák? Ez a dübörgés az volt, hogy a kutyák bemásztak az ágy alá. Mert egyébként egész ideig az egyik szomszédnál hencseregtek, aki megkérdezte, hogy áthívhatja őket magukhoz, mert hogy nagyon imádja őket. Én megmondtam, hogy persze. De itt van egy másik szempont is, hogy érdemes beszélni a környékbeliekkel. Nem feltétlenül azért, hogy elmondják neked, hogy mi a jó, meg mi a rossz, mert nekik teljesen más szempontjaik lehetnek, de akár megismerheted őket, hogy milyen emberek, milyenek lesznek a leendő telekszomszédaid, ami rengeteget számít. Én ide erre a helyre négyszer visszajöttem, mire úgy döntöttem, hogy ez lesz az oké. Tudatosan költs.
Nyilván ez összefüggésben van az első kérdéssel, hogy milyen célból veszed a telket, mert ha vállalkozni szeretnél, termelni szeretnél a piacra, akkor egyértelmű, hogy tisztában kell lenned a mindenféle költségekkel. Viszont ha hobbi teleknek veszed, akkor is nagyon fontos, hogy tudd, hogy nagyjából mennyit kell majd rákölteni az évek során, ami nagyon érdekes meglepődésekhez, ha nem csalódásokhoz vezethet. Úgyhogy ezt próbáld meg elkerülni, és beszélj olyan emberekkel, akiknek olyan típusú telkük, házuk van, amilyet te szeretnél, és beszéljetek az ilyen rejtett költségekről is. Vagy pedig legyél tisztában azzal, hogy oké, ennyit tudsz erre áldozni egy évben, de akkor fogadd el azt az állapotot. Ez kicsit saját tapasztalatból is mondom, ugyanis volt egy meghatározott összeg, amit szerettem volna erre a telekre fordítani az idén, viszont menet közben bejött ugye a koriviri válság, és úgy döntöttem, hogy azt az összeget inkább hagyom a megtakarításaim között, és bár nagyon sokat ki tudtam jönni, de nem akartam több százezret bizonyos dolgokra elkölteni, éppen ebből kifolyólag. Viszont az fontos, hogy teljesen elégedett vagyok azzal, ami a terveim szerint ezután fog következni, mert bár nem fog megvalósulni ez, meg az, meg amaz, de ez teljesen oké. Majd egyszer máskor. Negyedik, a jogi helyzet. Lehet, hogy erre fogok csinálni egy külön videót is, hogy mit érdemes egy telekvásárlásról tudni jogi szempontból, ami természetesen nem fog jogi tanácsadásnak minősülni, de a legfontosabb ingatlan ügyi kérdéseket, ami a hétvégi telkekre vonatkozik, azt szerintem végig fogom venni, mert hogy ez egy rettentően fontos dolog, amiben jó, hogyha nem ugrasz bele. A legtöbb telek, amit ezelőtt néztem, az ezen a kérdésen csúszott el, úgyhogy rengeteg időt töltöttem azzal, hogy megpróbáltam felgöngyölíteni minden egyes kiválasztott ingatlannak a jogi hátterét. Ezt lehet, hogy a környezetemben többen túlzásnak tartották, de egy ingatlant készülsz megvásárolni, ráadásul egy olyan piacon, ami még a koronavírus járványnak köszönhető felélénkülés ellenére is viszonylag nehezen mozog. Itt nagyon sok minden van, amivel meg lehet szívni. Emlékszem például az egyik telek, amit már majdnem megvettem, ott kiderült, hogy a házra nem volt fennmaradási engedély kérve, és egy olyan házról volt szó, amit nem lehetett volna arra a telekre úgy építeni, úgyhogy úgy döntöttem, hogy nem, bocsi, ezt nem vállalom fel. Annak ellenére, hogy nyilván ilyenkor megkapja az ember, hogy ugyan már ezt senki nem nézi, a Józsinak is így van, a sógorom a földhivatalban dolgozik portásként, és hallotta, hogy ezt úgyse szokták nézni, stb. Onnantól kezdve, hogy megveszed az ingatlant, a te felelősséged lesz, úgyhogy ezeket célszerű mérlegelni, de mondom, erről majd lesz egyszer egy külön videó. Összegzésként annyi, hogyha nem vagy tisztában ezzel a területtel, akkor megéri kifizetni az ügyvéddel azt a konzultációt, mert hogy mégiscsak valószínűleg pár millió forintot bele fogsz ölni, azon néhány tízezer forint meg nem azt nem szoroz, de nagyon sok fejfájástól meg tud kímélni. És végül az ötödik pont a legoptimistább. Készülj a csalódásokra. Nem azt mondom, hogy csalódás után fog érni, nyilván ez azzal is összefüggésben van, hogy mennyit készülsz rá előzetesen. Én azért elég sokat készültem, és még így is volt, amiben belefutottam, mert egyszerűen nem hittem el, hogy ilyen lesz. Igazság szerint csak egy-két ilyen dolog volt. A legmeghatározóbb az azt hiszem az áram bekötése. Úgy választottam ezt a telket, hogy bár az áram nem volt bevezetve a telekre, de a légvezeték itt megy végig a telken keresztül, úgyhogy gondoltam, hogy nem lesz egy nagy ügy bevezetni. Hát augusztusban kötöttük a szerződést a villanyszerelővel, és mindenféle vetítések után végül januárban lett áramom. Hozzáteszem, hogy nem az E.ON hibája volt, sőt, ezután szeretném megköszönni az ügyfélszolgálatosoknak, hogy nagyon-nagyon segítőkészek voltak, hogy a saját villanyszerelőm ellenében is próbáltak nekem segíteni. Úgyhogy annak az embernek azért fizettem konkrétan, hogy intézze ezeket a dolgokat. Akárhányszor beszéltünk, mindig más mondott, kitalált mindenféle indokokat, hogy éppen akkor miért nem tudott kijönni. Értem én, hogy ez egy hétvégi telek, és vannak jobban fizető munkái is, de tehát könyörgöm, ha megállapodtunk egy összegben, nem is alacsony összegben, és ebben vállalta azt, hogy elvégzi a munkát, akkor végezze el a munkát.
ha úgy érezte menet közben, hogy ez neki nem éri meg, akkor miért nem mond egy magasabb összeget, valószínűleg azt is kifizettem volna, mert hogy áramra szükségem lett volna. Szóval néha nagyon nem értem ezeket a mesterembereket. Ez a kis dolog a terveimhez képest egy évvel vetett vissza, bár ha jobban belegondolok, akkor jól jártam, mert az elképzelésem az volt, hogy október-november környékén már lesz áram, neki tudok állni ezt a házat egy kicsit átalakítani, viszont mivel csak januárban lett áram, télen nem tudtam neki kezdeni, aztán pedig márciusban, amikor nekiálltam volna, akkor jött ugye a koriviri helyzet, és ha úgy vesszük, így meg tudtam spórolni azt az összeget, ami tök jól jött így a munka kiesések kapcsán. Azért hozzáteszem, hogy nem fogok egy hálálkodó üzenetet küldeni a villanyszerelőnek, mert azért mégiscsak na. Szóval az alatt, hogy készülj a csalódásokra és a kudarcokra, nem azt értem, hogy veszel egy telket és onnantól kezdve minden dugába dől, de fel kell készülnöd arra, hogy időnként rugalmasan át kell tervezni, mert nem biztos, hogy minden úgy fog összejönni, ahogy azt az elején eltervezted. Na de most már dolgoznom is kell, csak kalapálás közben nem tudtam volna nektek elmondani ezeket. Legközelebb egy teljesen más témával jövünk vissza, van bőven a listán, amiket kértetek eddig, úgyhogy majd választok valamit legközelebbre. Addig is legyetek jók! Sziasztok! Megvan.